Legutóbb az adventi ünnepségeken hallhattuk Szabalni Hannát. Hát az osztályfőnököm adta ezt a verset, és nagyon megtetszett, és így lett ez a vers. Egyébként te is egy ilyen kis vicces lányzó vagy, aki sokat nevet, vikedélyű? Hát otthon igen, nagyon sokat szoktam nevetni. Hanna szereti a matekot, a nyelvtant és az olvasást. Én nagyon szeretem a matekot, a nyelvtant és az olvasást is. És mi az, ami nehezebben megy? A technikát nem annyira szeretem, hogy itt ragaszgatunk meg, ezt nem nagyon szoktam. Általában a napkeziben meg szoktam csinálni a házit, ezért otthon nem nagyon szoktam tanulni. Tehát akkor igyekszel, hogy otthon csak a játékra jusson idő? Igen. Egyébként társasjátékozol, olvasol, mesélj egy picit az otthoni, mondjuk egy hétvégét hogyan telik? Hát szoktunk játszani a testvéremmel, mondjuk társasjátékot, vagy ugye szoktam vele még babázni. Ő hány éves? 6 éves. Hanna szeret anyukájának a konyhában is segíteni. Amikor főz, azt nézni szoktam, de például ebédnél a tányérokat szoktam segíteni kipakolni, meg ilyeneket. A suliban sok versenyen szoktál indulni? Hát múltkor ugye a mesemondóra mentem, előtte a versmondóra. Igen, így ilyenekre. Hogy érzed, van még olyan tantárgy, amiből javítanod kell majd, vagy mindenből úgy állsz, ahogy szeretnéd? Én mindenből úgy, ahogy én szeretném, nekem jók. Ez kitűnőt jelent? Akkor azt gondolom, hogy ezt már nem is lehet fokozni. Az énekkarban hol léptetek már föl? A templomban meg volt olyan, amikor mentünk másik ilyen kisebb városokba énekelni. És a szólóéneket szereted inkább, vagy amikor közösen énekeltek? Jobban szeretem, amikor közösen énekelünk. Hanna a felsős tárgyak közül legjobban a biológiát várja majd, de a többire is nagyon kíváncsi. Bár a technika órák nem a kedvencei, de otthon horgolni nagyon szeret. Már csinál táskát is. Igen, én horgolni ezt nagyon szeretek, és abból már csináltam táskát is, meg ilyeneket szoktam meg. Először kigondolom, aztán megpróbálom megcsinálni, ha nem sikerül, akkor visszabontom, de általában sikerülni szokott. És a táska az mekkora, mennyi idő alatt készült el? Hát volt egy ilyen, amit először csináltam, az ilyen 2 hónap alatt, de utána már volt olyan, amikor 1 nap alatt meg tudtam egyet csinálni. Az alapokra anyukája testvére tanította meg.